Az esemény ünnepélyességét a pap Róbert Kalocsaváros díszpolgára alapította Tábortűz zenekar előadása színesítette. A négytagú formáció pap Róbert negyedszázados évfordulóra írt dalát adta elő. A múltat fürkész, a jövőt keresed. Ha nincsen ősöd, ma nincsen gyereked. A jövő csak úgy érted meg, ha tisztázott a múlt. Az eseményre érkező mintegy 100 főnyi közönséget Romsics Imre, az intézmény igazgatója köszöntötte, a kiállítást Simon Zoltán alpolgármester és dr. Rosta Szabolcs, a Katona József Kecskeméti megyei hatókörű múzeum igazgatója nyitotta meg. Műemlékeink, történeti épületeink velünk élnek. Életünk szerves részei, színhelyei, emlékeink őrzői, identitásunk alkotó elemei. Fennmaradásunk érdekében azonban elfogadhatatlan, hogy szeressük, gondozzuk és karbantartsuk ezeket az emlékeket. Méltó módon kell használnunk, és megfelelő tisztelettel és szakértelemmel kell ezekhez az épületekhez nyúlni. A mai kiállítás egészen különleges, hiszen 25 év munkáját foglalja össze, mint ahogy a meghívóban is láthatták, bizonyítva a kalocsai sárköz régészeti gazdagságát, és nem utolsó sorban a Kalocsai Múzeum munkatársainak kitűnő szakértelmét. Romsics Imre emlékeztetett. A múzeum 1996-ban végezte az első önálló régészeti feltárását, egy olyan időben, amikor még nem is volt régésze a Kalocsai Múzeumnak, külső szakemberek segítségével folytak az első régészeti feltárások, terepbejárások. Az igazgató felvetette, itt volna az ideje, hogy Kalocsán egy állandó régészeti kiállítás nyíljon. Ez egy kicsit ízelítő, hogy igenis megvan a föltétele ahhoz, a szakmai, tudományos és a technikai tárgyi föltétele és a Kalocsai Múzeumnak arra, hogy állandó régészeti kiállítást mutassunk be. Halkan mondom, hogy várják az emberek, igénylik, keresik a régészeti kiállításokon, úgy érkeznek meg a múzeumban, hogy található az a bizonyos régészeti kiállítás. Dr. Rosta Szabolcs, a Katona József Kecskeméti megyei hatókörű múzeum igazgatója, a kiállítás szakmai megnyitása alkalmából kifejtette, ahhoz, hogy ennek a közel 30 évnek a kiváló csodás anyaga összejöjjön, a humán erőforrásnak, elsősorban Romsics Imre igazgatónak a munkája kellett. A Kalocsai sárköz talán az egyetlen olyan Bács-Kiskun megyei járás, vagy Kalocsához tartozó területek, a járás, amely 100%-ig bejárt régészeti szempontból, tehát egy olyan lelőhely kataszter áll rendelkezésünkre, ami sehol máshol. Kecskemét sem kivétel, talán még a bajai járások, baja környéke az, ami még jól el van látva, de hát például pont én ugye Kecskemétben jövök, tisztában vagyok azzal, hogy ez mekkora és horribilis nagy munka volt, és ehhez bizony kellett egy koncepció. És ez a koncepció az, amely aztán, amelynek az eredményét itt ünnepeljük, hiszen valóban egy ünnepről van szó, kicsit feszélyezve is érzem magamat, hiszen régészként én is sokkal inkább szeretek nem öltönyben, hanem rövid nadrágban, az ásatáson félig meddig mocskosan lenni, de valóban ezt a nagyon megtisztelő feladatot azért vállaltam el, hiszen ez egy olyan mérföldkő, amelyet valóban érdemes megállni, és valóban érdemes ünnepelni. Lantos Andrea régész közel 20 éve Kalocsán és azon kívül tevékenykedik. Sok-sok leletanyag mellett a középkori templomokat illetően vannak komoly érdemei. A szakember a tárlatról szólva elmondta, a kiállítás a főbejárattól indulva az aljzaton látható időszallag szerint az ásatások időrendjét követve járható be. Nekem jobb oldalon látható egy térkép, melyen a Kalocsai Múzeum gyűjtőterületén lévő lelőhelyeket ábrázoltuk, elég szép számmal. Körülbelül 70%-a van egyébként bejárva a területeknek, van még mit terepbejárnunk, de igyekszünk ezt pótolni. Az első ásatás is egy terepbejáráshoz kötődött méghozzá, Homokmégyen. Galina Zsolt járt terepet, és akkor egy
bronz karperecet, állatfejes bronz karperecet talált, és ehhez, illetve embercsontokat is, és egy tervásatást kezdett meg ennek nyomán. 1995-től egészen 2002-ig itt egy teljesen feltárt 10-11. Századi köznépi temetőről van szó, melynek az anyagát itt bemutatjuk. A megnyitó végén a látogatók egy részét autóbusz vitte Dunapatajra, ahol a református templomban a feltárási munkálatokról és a lelet anyagról Lantos Andrea tartott képanyagban gazdag előadást. A Viski Károly Múzeum új kiállítása 2024. augusztus végéig látogatható.